Én azt gondolom, hogy most amit kiállítok, azok nem elsősorban csendéletek, bár nyilvánvalóan láthatók rajta csendéleti elemek. Én itt leginkább a fénnyel szeretnék foglalkozni. Minden festményen van fény. Van, amelyiken csak fény van amelyiken látható a fény, de valahogy azt gondolom, lehet, hogy nincs igazam, de ahogyha egy hagyományos csendéletet veszünk alapul, akkor a hagyományos csendéleteken a legmaradandó, vagy a leginkább szembetűnően időtlen a fény. Ezt ötvözöm azzal, hogy hát mindenki jár vásárolni, és észrevettem azt, hogy bizonyos üzletekben sose oltják le a lámpát. Úgyhogy ezt ötvözöm azzal, hogy ugye a festményeken fény van, a boltban fény van, és akkor lehet vásárolni. Hogy miért vannak, vagy mik vannak igazából a képen, mint csendéleti elemek, azt ilyen fogyasztói kritikának szánom. Ugyanakkor vannak olyan helyzetek, hiszen ezén is működik ez a szisztéma, aminek mindannyian részesei vagyunk, amikor ezt jó megélni, vagy esetleg szépek. Ha irodalmi példát akarok mondani, akkor ennek a festménynek a festése során eszembe ötlött a Sörgyári Kapricsó című mű, amiben Bohumil Hrabal arról ír, hogy milyen szép a disznóölés, mint látvány. Ami sokak számára taszító, de valakinek ez nagyon szép, és én rájöttem, hogy tulajdonképpen úgy festek kritikus, alapvetően kritikai szemléletű képen, hogy közben meg nagyon szép. Mindenkit szeretettel várok a kiállításomra 2019. február 8-án 18 órakor a Óbudai Szent Markó Galériában.